római témával való foglalkozás hatására született ilyen szép mondatok. Hadd mondjak. Igen? Igen, ezt egyértelműen. Egyértelműen. Azt el kell mondanom, hogy a Historium kiadó, aki megjelenteti, remélhetőleg nem csak ezt a könyvet, hanem a többit is, a vezetője, aki sajnos most nincsen éppenséggel itt, megállapodtunk abban, hogy magyarosítom a nevemet, tehát a Mihály már benne van. A Marcellus pedig egyértelműen a római kort próbálja mutatni, vagy hát én szeretem, mikor a borító az mesél a könyvből. És ehhez még hozzátenném azt, hogy szeretném, hogy a szerző neve is mesél a könyvből is. És ebben talán sikerül ezt. Rómainak érzed magad? Én abszolút. Abszolút. Kicsit északra kerültem a északi provinciába, de abszolút rómainak. Azok a... Tehát maga a mentalitás, amit én rómainak gondolok, azt magamban is érzem. És nagyon szimpatikus is ez a harcos is, de a jog is ott van benne. Egy kis gyarmatosítás. Egy kis gyarmatosítás. Így van. Minden a miénk, az is benne van. De igen, egyértelműen, mint karakter, nagyon szimpatikus nekem a római. És genetikusan van bennünk, szerinted? Lehet, hiszen azért nagyon sokáig éltek itt. Sokat gondolkoztam ezzel a kérdéssel, nem beszéltük meg ezt a kérdést. Ez csak úgy véletlenül jött. Én úgy gondolom, Többit sem beszéltük. Úgy gondolom, hogy létezik az, hogy itt maradtak. Tehát amikor széthullott a birodalom, akkor nagyon sokan azért itt letelepültek, itt maradtak, keveredtek. Hiszen a magyarokba vajtak, akkor ők is keveredtek az itteniek. És az itteniek meg már ugye az alatt, az előző jó pár száz év alatt nyilván magukba szívtak valamiféle, legalábbis genetikailag rómaiságot. De ehhez akkor valami, és nagyon okosat fog kérdezni, hogy ugye előtanulmányokat kellett végezni. Hát igen. Na most az egész úgy kezdődik, hogy már gyerekkoromban megfogott ez a kor. Ugye azt mindenki tudja, hogy ilyen vallásos családban nőttem fel, ami nem annyit jelent, hogy vasárnap elmenjünk a templomba, hanem egy ilyen gyakorlóbb életet éltünk. És hát aki mondjuk komolyabban foglalkozik a Bibliával, az egyértelműen látja, hogy a lényeg, tehát a Krisztus az a római korban született, és nagyon sok utalás van Krisztus életében a rómaiakra. És általában divat és szokás. Nem is lehetett elkerülni, gondolom, hát, hiszen igen, a római birodalom területén. Igen, egy nagyon kényes területen, azt hozzáteszem, ez Júlia, az mindig lángol. Ez a terület a mai napig kényes. Igen. Igen, valaki mondta, hogy nincs bék az olajfák alatt, de valószínűleg ez így is marad. És általában az a hagyomány szokott lenni, hogy aki keresztény családba nő fel, az utálja a rómaiakat, mert ugye ők költék meg Krisztus. Na most, hát ez egy kicsit tévedés, ugyanis mindenki tudja, hogy Krisztus a saját népe adta fel. Tehát körülbelül annyi köze volt Jézus meggyilkolásához a római birodalomnak, mint mondjuk egy pisztolynak a gyilkos kezében. Tehát egy ítélet végrehajtó szerepe volt. És amikor ezt megértettem, sőt, aztán olvastam azt, hogy Pontius Pilátus egyébként fel akarta menteni. Igen, éppen Jézus, hogy hát az a rómaiak, akik ott őket képviselték, azok úgy próbálták magukra távol tartani az egész ügyet. Igen. Tehát mondom, csak egyből szimpatikus lett a római, de ugye nem olyan valószínű. És akkor innentől kezdve gyerekkoromtól foglalkoztam ezzel. Érdekes módon sem Egyiptom, sem a görögség annyira nem fogott meg, mint Róma. És persze természetesen az évek során azért felcsippentettem rengeteg információt, amit jól el is raktároztam. És amikor jött ez a felkérés, illetőleg még azt elmondanám, hogy mindig terveztem azt, hogy római történelmi regényeket fogok írni. Erre volt is próbálkozás, tehát bizonyítékom is van erre. De mindig úgy voltam vele, hogy fiatal vagyok még ehhez. Ehhez érettség kell, rálátás, kor, ismeretanyag, stb. És aztán megalakult ez a Historium kiadó egy erős fél éve, akinek a vezetője egy író barátom, ő azonnal felkért, hogy legyek a római regény szekciónak az egyik képviselője, és úgy éreztem, hogy elérkezett az idő. Tehát zárójelben ilyen öreg lennék, hogy elérkezett az idő. Úgyhogy így történt ez a,
ez a kapcsolat. Ja, de nem tudod még ennyivel, mert előtanulmányok, ugye ja, előtanulmányok. Valamit hozzá kellett ehhez készülni, és nem is kevesebb. Ez természetesen azért nem emeltem ki, mert enélkül, hát ismersz annyira, hogy azért hitelesség nélkül, meg tudás nélkül fel sem emelném a tollat. Tehát mindenképpen nagyon sokat kutattam az elmúlt időszakban, és az a zseniális ebben, és szeretnék kedvet csinálni mindenkinek, hogy kutassa a maga módján a római kort, ugyanis itt van a római kort, tehát a kövekben, az emlékhelyekben, Góziumban, Apinkumban, Komáromban, Szabárián, ugye a Szombathelyen fellelhetők a nyomai, és ez egy zseniális érzés, hogy oda megyek, megtapogatom a köveket, érzem, hogy a kövek szinte beszélnek, meg elevenednek, és valamit súgnak, és már mindjárt beindul egy gondolat, esetleg egy regénynek az alapötlete. De ez megint az előtanulmány, meg én kikerültem a kérdést. Az előtanulmányról annyit, hogy rengeteg régészeti könyvet olvastam el, akár az elmúlt néhány hónapban is, a veterán kapcsán, hogy ez üljön, ez a történet hiteles legyen. Tehát volt olyan, hogy egy ilyen 20 könyvnyi adaggal távoztam a könyvtárból is, és nagyon érdekes és nagyon jó érzés az, hogy mikor ott van az a rengeteg információ az ember közelében, könyvek alapjában. Volt olyan része, hogy nem tudtam aludni, mert nekem olvasnom kell, hát itt van a tudás nekem olvasni. És átolvastam az egész éjszakát, úgyhogy ez nagyon, nagyon klassz, jó érzés volt.